És akkor megkap egy több oldalas kimutatást, hogy melyik hónapban mi volt többlet, kevesebb, stb. Ha ezt nem érti ez a fogyasztó, a károsult, akkor mit tud csinálni? Mert gondolom, ez az egész bonyolult számítás alapján fogják ezt megcsinálni. Erre megvannak a képletek, hogy mi alapján kell számolniuk a pénzügyi szolgáltatóknak, ezt a Magyar Nemzeti Bank rendelete határozza meg, ez alapján fog történni a számolás. Azt tudja ellenőrizni gyakorlatilag mindenki, hogy mekkora összegű hitelt vett fel, ő mekkora havi törlesztő részleteket fizetett, ezek megfelelően vannak-e feltüntetve ebben a táblázatban, és hogyha itt talál valami hibát, valamilyen számítási hibát nem jól rögzítették, akkor mindenképpen panasszal kell élnie a pénzügyi szolgáltatónál 30 napon belül. A pénzügyi szolgáltató azt fogja mondani, hogy már pedig ő jól számolt el, mert hogy ezt küldte ki. Akkor utána mit tehet az illető? Az a folyamata, hogy megkapom az elszámolást, van 30 napom rá, hogy panasszal éljek a pénzügyi szolgáltatónak. A pénzügyi szolgáltatónak van 60 napja arra, hogy megküldje nekem ezt a választ, és ha nem értek egyet ezzel a válasszal, akkor a pénzügyi békéltető testülethez lehet fordulni, szintén 30 napos határidővel, és ott lehet a továbbiakban vitatni, de pontosan meg kell mondani, hogy mit vitatunk, tehát hogy hol van az a számítási hiba, vagy hol van az az elírás, amire mi gondolunk. És ez jelente valami plusz költséget? Ingyenes a pénzügyi békéltető testület eljárása, illetve a pénzintézet sem számíthat fel ezért költséget, akár a részletes elszámolást, ha kérjük, akár ha panaszt teszünk, hogy a panaszra választ ad nekünk. Van-e valami formai előírás, vagy valami formai követelmény arra vonatkozóan, hogy mikor, hova kell beadni, és milyen papírokat kell kitölteni a pénzügyi békéltető testületnél? Ahhoz, hogy a pénzügyi békéltető testülethez forduljunk, feltétel az, hogy panasszal éltünk a pénzügyi szolgáltatónál. Tehát rögtön nem mehetünk oda, meg kell kísérelni, ugye rendezni a jogvitát a pénzügyi szolgáltatónál, ott kell panaszt tennünk írásban, meg kell kapnunk erre ugye, a panaszt elutasító választ, és ezt követően lehet a pénzügyi békéltető testülethez fordulni, akinek van egy formanyomtatvány, amit ki kell tölteni, ezt egyébként minden banknak a honlapján meg lehet találni, a Nemzeti Bank honlapján is meg lehet találni, le lehet tölteni, azt kell kitölteni, és nagyon fontos, hogy mellé kell tenni minden olyan dokumentumot, amire mi hivatkozni szeretnénk, mert nincs arra lehetőség, hogy majd utóbb 2-3 hét múlva, vagy egy hónap múlva beküldözgetünk újabb és újabb dokumentumokat. Nem, ezt össze kell állítani előre, és egyszerre be kell küldeni a pénzügyi békéltető testülethez. Most nézzünk meg egy másik speciális esetet. A legközelebb ismerősöm az pont az édesanyám, aki ugyanezt a fajta kölcsönt, és neki... Tehát vele az volt, hogy pár év múlva már pont visszafizette volna az egészet, és letudta volna. Amikor közölte vele a bank, hogy akkor most 7 évre vette fel, lejárt a 7 év, már visszafizette volna az egészet, amikor közölte vele a bank, hogy akkor most még egy 7 évet ráhúznának. Kétszeres. Kétszer, havonta kétszer ennyit kellett most fizetni. És mivel a bank? Nem tudom, nem kérdeztem, ez a részlet az, ami... Ha, és azt sem tudta, hogy én most mit fog csinálni. Ő se tudja, hogy mit fog csinálni. Mire számíthatnak az emberek az elszámolási törvény kapcsán? Tehát kevesebb lesz a fizetés, fizetni valójuk, tovább fizethetik, eltörölnek valamit? Mit lehet mondani összességében? A bejátszóban említett eset szerintem olyan szempontból speciális, hogy vannak olyan szerződések, ahol rögzítve volt a havi törlesztő részlet összege. Tehát független attól, hogy közben egyébként az árfolyam változott, ugyanannyit fizetett havonta, letelt a 7 év, de kiderült, hogy az árfolyam változás miatt még nagy összegű tartozása van fent, és ezért folytatódik a hitel, tehát azért nem ez a jellemző, de voltak ilyen speciális esetek. Ugye az elszámolás kapcsán a kúria döntését kell figyelembe venni, az alapján születtek meg a jogszabályok. A kúria két dolgot mondott ki, egyrészt azt, hogy az árfolyam rés használata az tisztességtelen volt, másrészt azt, hogy az egyoldalú szerződés módosítások is tisztességtelenek voltak, ugye itt kamatra, díjra, egyéb költségre kell gondolni. Tehát ezeket a tételeket kell megnézni az elszámolás során, ezzel kell korrigálni a befizetett összegeket, illetve az egész tőketartozást, és ennek kapcsán minden bizonnyal, mindenkinél valamekkora összegű túlfizetés fog kialakulni, amivel el kell számolni a banknak. Ez nem azt jelenti, hogy ki fogja fizetni készpénzben az adósoknak, ugye attól függ, hogy milyen stádiumban van az adott szerződés. Hogyha mondjuk ez egy kifizetett, tehát egy végtörlesztett szerződés volt, vagy nem végtörlesztett, de mostanában járt le, akkor valóban készpénzben ki kell fizetni
a túlfizetés összegét a fogyasztó részére. Hogyha ez még egy élő folyamatos szerződés, akkor csökkenteni kell a tőketartozást ezzel az összeggel. És ehhez képest vannak még speciális esetek, ugye akik például az árfolyamgátba beléptek és gyűjtőszámlahitellel rendelkeznek, akkor ott például a gyűjtőszámlahitelre kell elsősorban elszámolni, és csak ha fennmarad valamekkora összeg, azt lehet a tőkeösszegre elszámolni. Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást, és köszönöm nézőinknek is a figyelmet. Legközelebb ismét az elszámolási törvénnyel fogunk foglalkozni, és amennyiben kérdésük van, arra kérem önöket, írjanak bátran. E-mail címünk szente@feosz.hu. Viszontlátásra! Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Klapka György lövészdandár lövészzászló aljának gyakorlata miatt március 24-én, 25-én és 26-án reggel 7 óra 30 perctől este 22 óra 30 percig a Magyar Honvédség lezárja a Várpalota és Tés közötti útszakaszt. A katonaság az éles lövészeti kiképzés során olyan fegyverrendszerrel hajt végre műveletet, melyben a lövedék röppájája szükségessé teszi a fokozott biztonsági intézkedéseket az adott útszakaszon. A gyakorlat ideje alatt a menetrend szerinti autóbuszjáratok sem közlekedhetnek az útvonalon. Az érintett útszakaszon csak a lövészet szüneteiben lehet majd áthaladni. Kedves nézőink, az életteret látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!